Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket az Enigmában, a Fix Televízió geopolitikai magazinjában. Júliusban ezrek tüntettek Kubában az ország kommunista vezetése ellen, amire évtizedek óta nem volt példa. A tüntetések közvetlen kiváltó oka a vírusjárvány, a gazdasági válság és az élelmiszerhiány, de valójában Kuba már évtizedek óta gazdasági válsággal küzd, amit csak súlyosbít a járványhelyzet. Úgy tűnik, az eddigi reformok kevésnek bizonyulnak, és a jövőben a kommunista állampárt sem lesz képes feltartóztatni a változást, amelybe beleremeghet az egész karibi térség. A jelenlegi kubai folyamatokat ma Fogel Dávid, Latin-Amerika szakértő világosítja meg számunkra. Szervusz Dávid, üdvözöllek a stúdióban, és köszönöm, hogy latin-amerikai utad, körutad után hozzánk néztél be elsőnek. Nyilván tele vagy még friss élményekkel, benyomásokkal. Abszolút, igen, köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözöllek, és a nézőket is. Valóban most sikerült idén kétszer is kijutnom, volt egy március-április ekvadori út, illetve hát most nemrég jöttem vissza Kolumbiából, ahol egy rövidebb időt töltöttem, és hát igen, mindig van mit felfedezni, akkor is, hogyha már abban az országban esetleg jártam, úgyhogy ezek mindig feltöltenek ezek az utak. Egyrészt élményekkel is, másrészt meg próbálok azért úgy beszélgetni emberekkel, úgy olvasni dolgokat, akár falfirkákat is. Most Kolumbia ez jó példa, azt hiszem a márciusi és a tavaszi tüntetés hullám kapcsán volt mit sajnálatos módon olvasni a házak falán, mert hát nem kimélték sajnos még a régebbi épületeket sem a tüntetők. Na most Kubában is tüntetések zajlottak, amire 1994 óta nem volt példa. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan fordulhatott ez elő 27 év óta először az állampárttal és a kommunista vezetéssel szemben, ahhoz menjünk egy kicsit visszább. Nyilván Kubáról nagyon sokat tudtunk itt Kelet-Európában még a szocializmus idején, mint baráti, testvéri, szocialista országról, mint a legnyugatibb kommunista testvér országról, de az utóbbi években, évtizedekben elterelődött róla a figyelem, és azt hiszem, hogy a magyar közvélemény sem figyelte annyira az eseményeket. Szerinted mik voltak a döntő mozzanatok? Hogyan épült fel ez a rendszer politikailag, gazdaságilag, illetve társadalmilag? Hogyan szerveződött az 59-es forradalom és a Castro éra óta és azután? Igen, hát ez egy nagyon összetett és bonyolult kérdés, azért ezt egy órában összefoglalni, vagy első kérdésként összefoglalni. Én amikor ott jártam, akkor azt láttam, ez még az Obama látogatás előtt, de már Fidel Castro hatalomból kikerülése után volt, tehát hogy be tudjuk lőni az időszakot, hogy nagyjából ami meghatározza a szigetországot, az még elég nagy részben az, ami 59-es forradalomnak köszönhető. Tehát a forradalmi vívmányok, még akkor is, hogyha fiatalokkal beszélgettem, egyetemistákkal akár, egyrészt nagyon büszkék, nagyon hazafiasak, ez mindenkinél, az idősebbeknél és fiataloboknál is megjelent, illetve még a legfiatalabbaktól is visszaköszöntek ezek a forradalmi vívmányoknak nevezett, hát végül is lehet vívmányoknak nevezni őket, amit a forradalom után kezdett el az egyre inkább szocializmusba, aztán kommunizmusba hajló Kuba ugye kialakítani, akár egészségügyre gondolok, akár a felsőoktatásra gondolok, arra, hogy a kubai orvostudomány, az orvosképzés, a gyógyszeripar az azért nem csak a szigetországban híres, hanem Afrikában, és hát most a koronavírus járvány kapcsán ugye lehetett látni, hogy még Olaszországban is segítettek kubai orvosok, de ha hát minden igaz, akkor... fejlesztésű vakcinájuk is igen, van, többfajta igen, is, igen, talán igen. Is eléggé jól is működik. Igen, tehát hogy 40 országban voltak ők, van ahol karitatív, van ahol pénzért, tehát hogy ez bevétele volt ugye egyrészt az orvosoknak, másrészt azért az államnak is, ezt ne felejtsük el. Tehát hogy ezek a vívmányok, ezek benne vannak a hétköznapokban, nem csak azokon a plakátokon, amik egyébként még mindig azt harsogják, hogy előre a dicső úton és Fidel idézetek, meg aztán nyilván egyre több Raúl idézet is megjelent, amikor kint voltam. Tehát, hogy nem csak abban, amit az állam sugal, hanem az emberek fejében is. És persze vannak elégedetlenek, abszolút nem mondom, nem tökéletes a rendszer, de a közhangulatot nagyjából ez meghatározza. Ezek az idő vagy évek, amikről én beszélek konkrétan, ezek ugye inkább a reménykedés évei voltak. Demokrata kormányzat, Obama utolsó, tehát második terminusa volt,
Ugye a második terminusában minden elnök már egy kicsit, hát nem is mondanám könnyelműbbnek, de azért olyan dolgokat is esetleg bevállal, amit az első ciklus alatt nem, mert ugye már nem kell izgulni az újraválasztás miatt. Nyilván az utódja az azért fontos, de úgy személyében nem volt annyira szerintem terhelt ez az időszak, és meg tudta lépni azokat a dolgokat, amiket aztán ugye itthon is lehetett olvasni, hogy hogy közeledik egymáshoz a két ország. Tehát mindegy, visszatérve az eredeti kérdésre, úgy gondolom, hogy ez még mindig nagyon fontos. Tehát a forradalom még mindig él nagyon sok mindenkiben. Van nyilván most már generációk, tehát ugye 59-ről beszélünk a forradalom kapcsán, akiknek nincsenek saját élmények. Lehet, hogy már a családban sincs saját élmény, mert mondjuk a nagypapa, aki esetleg akkor harcolt, vagy csak mondjuk pozitívan esetleg nézte a dolgokat, vagy negatívan, teljesen mindegy, ő már nem biztos, hogy az élők sorában van. Tehát, hogy elmúltak ezek a személyes élmények, és egyébként ez majd, hogyha később rátérünk esetleg, hogy mi váltotta ki, vagy mi váltotta ki itt az eseményeket júliusban, ezek már azért megjelennek, és megjelennek abban a, ha nem is ellenszem, az lehet kicsit túlzó, de mondjuk ilyen legitimációs kérdésekben Díaz-Canel elnök kapcsán. Ő ugye a forradalom után született, 60-as. Nem volt hőse éppen ezért ugye a változásoknak. Tehát, hogy ott már megkérdőjeleződnek dolgok, hogy egyébként ő mégis miért irányítja ezt az országot, és miért pont ő és társai. Hát szerintem ez egy fontos dolog, illetve az is fontos dolog, hogy a vívmányok mellett azért volt egy sor olyan döntés, ami abból adódó, hogy ők a kommunizmus felé vezető úton ugye indultak el. A tervgazdaságra gondolok, a gazdaságnak bizonyos olyan hát elég erős korlátaira, amik itthon is ugye befolyásolták a gazdaságnak a fejlődését, de itt azért ugye beszélgettünk a műsor előtt, és pont említetted, hogy Kádár miket engedett és egy kicsit lazított a rendszeren. Itt azért ez elég sokáig váratott magára, és az igazi lökést, azt mondjuk, ha lehet így mondani, akkor a Szovjetunió kiesése jelentette ugye a rendszerből, mert hogy azok a rubelmilliárdok, amik érkeztek Kubába, mint támogatások, egyrészt mint baráti rezsim, másrészt meg ugye bár annyira nem konkrétan, mint a rakétaválság előtt, de ugye mint katonai szövetséges és egyéb regionális barát, ugye nem sok volt a Szovjetuniónak. Tehát az ő kiesésével elkövetkezendő különleges időszak, ugye ezt kubaiak különleges időszaknak hívták, ott elkezdődött valami fajta, ha nem is enyhülés gazdasági téren, de rájöttek, hogy valamit itt át kell alakítani, mert valahogy pótolni kell ezeket az összegeket. Nem igazán működik a felülről jövő tervutasításos rendszer. Nyitni kell, hát ha máshol nem is, akkor a turizmus felé. És innentől kezdődik el az a fajta valamilyen saját lábra állás, ami aztán én úgy gondolom, hogy Raúl Castro alatt, az ő időszak alatt került inkább napirendre. Ő ugye a fegyveres erőket vezette sokáig, és furcsa módon, és befejezem itt a gondolatmenetemet, a következő kérdésre térhessünk, ő a fegyveres erő kapcsán próbálta ezt megreformálni, és igazából pont ezért van most egy ilyen szimbiózis a fegyveres erők és furcsa módon turizmus között, ami egyébként nem két összetartozó vonatkozású terület, hogy nagy fejlesztések voltak, még mindig vannak nagy fejlesztések, és a katonaság kapcsán, ugye a katonai szolgálat kapcsán meg olcsó vagy szinte ingyenes munkaerő is, ami aztán nyilván ugye segíti az országot. Mielőtt rátérnénk a Szovjetunió összeomlása utáni időszakra és Venezuela szerepére, vagy Venezuela belépésére ebbe a vákumban, még egy picit kanyarodjunk oda-vissza, amire te is utaltál már az előbb, az Amerikai Egyesült Államok, illetve a Szovjetunió szerepére. Én úgy látom, hogy Kuba 20. századi történelmét, vagy legalábbis 20. század közepétől fogva, tehát a 20. század második felének, és 21. század beli történetét, e között a két nagyhatalom közötti feszültségtérben kell elhelyezni. Úgy látom, hogy gazdaságilag nem tudott önállóvá válni ez az ország, egy külső finanszírozású ország maradt még a mai napig is, és az alapvető strukturális problémái éppen ebből fakadnak, és ebből van az a helyzet, amit a bevezetőben is elmondtam, hogy permanens gazdasági válságban van. A permanens forradalom az permanens gazdasági válságot is generál ezzel párhuzamosan. De nézzük meg először az amerikaiak
szerepét. Ugye amerikaiak üzleteltek mindig Kubával. Már a spanyol idők óta, illetve utána nagyon fontos volt nekik ez a terület, mind államilag, mind a magánszektornak, sőt az 50-es években az alvilágnak is, még a Keresztapa című filmben is egy rendkívül jelentős fejezet szól arról, hogy milyen szálloda beruházásokat kezdeményezett volna ott az olasz és a zsidó-amerikai mafia az 50-es évek végén, amikor ugye a 59-es forradalom, Castroék és Che Guevaraék ugye keresztül húzták ezeket a számításokat, és teljes rendszerváltás következett be. Másik oldalról pedig ott van a nagy testvér, ahogy az egyik újságíró ismerősen fogalmazta, az örökös Sugar Daddy, Szovjetunió, aki kívülről finanszírozta Kuba gazdaságát, és amelynek az összeomlása annyira megviselte az országot, hogy 94-ben ugye egy kisebb fajta felkelés is volt ugye a rezsim ellen, és ezt a pozíciót igyekezett majd Venezuela pótolni. De például az Egyesült Államok amellett, hogy kereskedett Kubával, és nagyon fontos lett volna neki, soha nem tudta lenyelni ezt a békát, hogy a szájában, Florida partjaitól alig pár kilométerre, ott van egy kommunista rezsim, ahova a Szovjetunió még rakétákat is telepített, ahonnan halálos fenyegetés, halálos atomcsapás érheti, ami egyfolytában ott van, mint egy kavics a cipőjében. Az amerikaiak rengetegszer megpróbálták megbuktatni a Castro kormányzatot, megpróbálták a kubai kommunista rezsimet összeomlasztani, kívülről is, belülről is, nem sikerült nekik. Embargót vezettek be, ami a mai napig érvényben van, sőt a Trump érában még szorítottak is rajta, amit amerikai politikus egy része is embertelennek nevez. Szóval hogy van ez a, tehát az amerikai-kubai viszony, az Egyesült Államok és Kuba viszonya, ez egy nagyon-nagyon furcsa képlet mentén alakul az utóbbi évtizedekben. Igen, hát most megint visszanyúltunk ugye évtizedeket. Valóban, amit említettél, csak hogy a keresztapára visszautaljunk, az aktualitását az adja vagy adta ennek a hírnek, még mindig adja, ugye Trumphoz kapcsolódik a döntés, de még mindig hatályban van, hogy ahogy te is említetted, ott azért a maffia is észrevette, hogy hát ha már oda járnak elkölteni a pénzüket az amerikaiak, és kvázi bordélyházként üzemel a Szigetország, ami ellen egyébként ugye a forradalom is elkezdett aztán küzdeni, akkor miért ne lehetne ugye nekik is ott nyereségre szert tenni, és elkezdtek mindenféle beruházásokat stb. Foganatosítani, és ez meg is történt a filmtől függetlenül is, tehát voltak ott maffia érdekeltségek. És van egy 96-os, ha minden igaz, Helms-Burton törvényünk, ami a Libertad szabadság törvény néven ismert az Egyesült Államokban. Ezt Bill Clinton alatt fogadták el. Még akkor is, ha ő neki annyira nem füllött a foga ehhez a dologhoz, nem volt meg ugye a többsége a kongresszusban, ezért nem tudta ezt megakadályozni, alá kellett írnia. Ez kimondja a harmadik cikkeiben, hogy bárki, aki elvesztette ingatlan tárgyát Kubában itt a forradalom során, az peres úton ezt visszakövetelheti. És akkor ilyen pikáns történetek jöttek elő, ugye nyilván erre mindenki rámozdult, ez egyébként fél évente minden egyes elnök aláírta ennek a harmadik cikkelynek a felfüggesztését, amióta ez kijött, tehát Clinton óta az összes, kivéve Trump. Tehát Bush republikánus, tehát nem csak a demokraták, ezt ki akarom hangsúlyozni. Trump úgy gondolta, hogy akkor még odarugunk egy kicsit a rezsimnek. Nem feltétlenül történt meg az a hatalmas nagy dominó effektus szerintem, amire számítottak. Hogy tömegek kezdik el ott terelni, és igen, és akkor majd ezzel is ugye akár pénzügyi téren megszorongatják az országot. Annyiban azért valóban volt hatása, vélelmezhető hatása, hogy esetleg külföldi befektetők azért nem fektettek már be, mert nem voltak benne biztosak, hogy ez a terület, ami éppen legyen egy kikötőfejlesztés kapcsán, vagy egy tengerparti terület, ahol szállodát akartak építeni, hogy az mennyire a kubai államé, aki épp el akarja adni, és azt hogyan szerezte, és hogy az 59 előtt kihez tartozott. Tehát, hogy lettek volna ilyen pikáns történetek, hogy a maffia bármilyen jogi személyen keresztül mondjuk perelhetett volna, hogy ott elvesztett egy kaszinót vagy egy szállodát. Szállodát, igen. Na mindegy. Visszatérve, tehát valóban igen, a 60-as évek elejétől kezdve egyébként egyre jobban demokrata elnökök kapcsán néha egy kicsit lejjebb vett az amplitúdóból, de hogy minden elnök fenntartotta ezt az embargót,
Emellett bejöttek most már főleg az utóbbi időszakban a szankciós politikai döntések is. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a szankciók azok bizonyos emberek ellen irányulnak. Most a tüntetések kapcsán például két körbe jelentett be a Biden kormányzat szankciókat, először rendőri vezetők ellen, konkrétan mondjuk az országos rendőrfőkapitány meg a helyettes ellen. Úgy kell ezt elképzelni, hogy nem utazhatnak az USA-ba. Hát én úgy gondolom, hogy nem vágja őket földhöz ez a döntés. Nem is vagyok benne biztos, hogy egyébként akarnának, vagy utazhatnának, tehát hogy ez szerintem kettőn elvásár. Plusz, ha voltak esetleg amerikai bankokban megtakarításaik, vagy amerikai tulajdonok, azok zár alá vannak helyezve. Tehát ez a fajta szankciós politika, ez az utóbbi időszakban kezdett így bejönni, hogy kifejezetten mondjuk most, akik a tüntetések kontrolltartásába, leverésébe, ki milyen vérmérsékletű, hogy akar fogalmazni, részt vettek, azoknak mondjuk annak a különleges katonai egységnek is, a fekete darazsaknak, akik ott ugye fekete baretban ott részt vettek. Az ő parancsnokuk is például rákerült erre a másik körben, erre a listára, vagy a honvédelmi miniszter. Tehát, hogy ez is elkezdett felerősödni, de ez megvolt már a 60-as évek óta embargó szinten Amerika részéről. Az, hogy próbálkoztak ezt csökkenteni, ugye itt van még egy dolog az embargó kapcsán, ami nem az országot érinti, hanem az egyes embereket így személy szerint is. Ugye azok a pénzösszegek, amiket az USA-ban vagy Európában dolgozó rokonok küldenek haza, azok, ha az USA-ban van a bizonyos rokon, aki hazaküldene pénzt, akkor még nehézkesebben tud eljutni. Ugye itt a pénzintézet a lényeg, hogy az USA-ban működő pénzintézet legyen, mert hogy ezeket a havonta hazaküldető összegeket limitálták, és ez változott minden elnökség alatt, hogy éppen mennyit lehetett hazaküldeni. Ez egyébként amellett, hogy az egyes embert is negatívan érintette, mert akkor kevesebbet tudott általában mondjuk a fekete piacon azt a dollárt használva konkrétan és nem pezóba átváltva vásárolni. Ez egy része a dolognak. A másik, ahol érintette, és hát tételezzük fel, hogy ez volt inkább a szándék az Egyesült Államok vezetése részéről, az pedig az, hogyha megérkezik ez az összeg dollárban egy számlára, dollárban ezt mint kemény valutát kapja meg ugye az állam, és akkor ő ezzel a pénzzel, nem az ő saját pezójával, akármelyikkel is, a konvertibilissel, vagy a kubai pezóval tud kereskedni, és tud mondjuk behozni, ugye eléggé importra szorul az ország szinten. Ez magyarán az állam haszna lett volna, és fontos, az embargó kijátszása, tehát ezért korlátozzák folyamatosan. Igen, igen, hát ami a rendszer továbbélése szempontjából is fontos, így van. Meg hát az egyének. Nem jelentéktelen tétel, hiszen igen, kiterjedt kubai emigráns kolónia él az Egyesült Államokban, főleg Floridában, főleg Miami-ban is környékén, ami a legközelebb van, akik hát nyilván támogatni igyekeznek a Kubában maradt rokonságot, és például olyan országok esetében, mint Libanon, ez a nemzetgazdaság gerincét jelentette évtizedekig nyilván. Abszolút, hát Koszovó nem is kell messzire menni, tehát azok a vendégmunkások, akik nem azért hagyták el az országot, mert üldözték őket, hanem mert hogy jobb a kereseti lehetőség Németországban, nyugaton. Ők GDP százalékban, combosan, szabad szemmel látható százalékban, kimutathatóan küldenek haza pénzt. Tehát itt is ez, ha úgy vesszük, csak azok, akik elhagyták Kubát 59 óta, az ENSZ felmérése szerint ez 1,4 millió ember, ami nagyon sok, de hát ugye 59 óta nekik már második generációjuk is van, sőt lehet, hogy harmadik is, aki szintén kereső, és mivel nem jött ki az egész família, ezért valószínűleg mindenki támogatja az otthon maradottakat, tehát hogy ez most már exponenciális. Magyarán az otthoniak csak hazai pezóban vehetik föl azt, amit a rokonság dollárban küld nekik. Igen, hát voltak időszakok, amikor engedték a dollár használatát, voltak időszakok, amikor ugye pont ez a 94-es esemény, amikor Fidel Castro személyesen ment ki a Havannai Malecónra, ez a tengerparti sétánynak a helyi neve, hogy beszéljen az emberekkel és elmagyarázza nekik. Ugye 94 ez egy fontos dátum abból a szempontból, hogy hát 90-93 között volt a legmélyebb gazdasági válság ugye a Szovjetunió kiesése miatt. Tehát az embereknek tényleg mindenből elegük volt, és nem volt mit enni, és tényleg olyan bejelentéseket tettek a hivatalos szervek, kvázi, mint amit Észak-Koreában lehet ugye hallani, hogy milyen gyökereket tegyenek, meg nem tudom. Tehát, hogy tényleg az utolsó morzsáikat, meg tartalékaikat élték fel az emberek.
De egyébként gyorsan, míg el nem felejtem, megegyezném, hogy ez a 94-es válság, ami itt ebben az eseményben csúcsosodott ki, tehát 90-93 között, ez körülbelül a háromszorosa volt GDP arányosan annak, ami most a tavalyi évben mondjuk a Covid-nak és egyéb ilyen még Trump-tól megmaradt változásoknak. Sokkal komolyabb gazdasági válság. Igen, ez most egy 11%-os GDP csökkenést okozott, ami hatalmas, tehát kétszámjegyű, hát, de ennél nagyobb volt annó. Tehát, de azt mondják, hogy 900%-os lehet az infláció. Az infláció, itt elindult valami nagyon rossz irányba. Az ugye az inflációt több dolog is nyilván ez befolyásolta, mert hogy ahogy említettem, hogy utaltam rá, itt ugye kettős valutarendszer volt, ami nemrég szűnt meg, és annak is volt egy inflációgerjesztő hatása. Sajnálatos módon nagyon sokáig húzták ennek a kivezetését, nem tudták már fenntartani, ezt már korábban is látták, és hát pont most 2020 év elején történt meg a kivezetése a konvertibilis pezónak, aminek megint volt egy már az előtte lévő fél évben egy ilyen infláció gerjesztő hatása. Hát nem volt ez egy jó időzítés, nyilván a Covidot nem tudták befolyásolni, a rendszert fenntartani nagyobb veszteségnek gondolták, és ezért inkább kivezették, és mondjuk azt hozzátehetjük, hogy 2020-ban még nem volt akkora probléma a koronavírus. Szóval nem fejezted be a mondatot és a gondolatot, hogy miről próbálta meg Fidel Castro személyesen meggyőzni a havannaiakat 94-ben? Igazából csak annyiról, hogy elmagyarázta neki a lehetőségeket, a szituációt, és bizonyos reformokra ígéretet tett, ami aztán egyébként például a dollár valami fajta legalizálásához vezetett. Ugye 79-től kezdődően a dollár az nem lehetett dollárt használni az országban, tehát illegális fizetőeszköz volt. A fekete piacon nyilván, ha valaki be tudta csempészni, tehát hogy volt rá kereslet, meg valami fajta kínálat is biztos, de onnantól kezdve abszolút legálisan lehetett ezt használni. Aztán ugye 94-ben szintén elkezdték nagyon hamar bevezetni a konvertibilis pezót, ami aztán átvette a helyét, mert egy idő után a dollárra már az azzal való mondjuk pénzváltásra vagy vásárlásra büntető vámot tettek egy ilyen 10%-ot, ami egyébként egészen sokáig megmaradt, például ha valaki úgy utazott turistaként a Szigetországból, hogy dollárt itt magával, mert nem jutott eszébe, hogy mondjuk annó német márkát, vagy most már inkább eurót vigyen, őt is simán megvágták erre a 10%-ra. Ezt nemrég a 2000-es évek után vezették ki. Tehát, hogy ő megpróbált elmagyarázni az embereknek, és konkrétan ugye egy karizmatikus vezetőről beszélünk, azok az emberek, akik ugye internet előtt vagyunk, Kubában bőven, de amúgy is, 94-ben limitált információhoz férnek hozzá, nem is biztos, hogy mindenben bíznak annyira. Ha az első számú vezető, aki egy nemzeti hős kvázi, még a tüntetőket is le tudta csillapítani, és valóban egyébként ott, ha nem is minden a régi mederbe visszatért, mert hogy bizonyos reformokat bevezettek, de meg tudta nyugtatni a kedélyeket. Éppen ezért, utolsó gondolat csak, gondolom én, hogy éppen ezért nyúlt Díaz-Canel ahhoz az eszközhöz, hogy Raúl Castrót, aki egyébként már semmiféle funkcióval nem rendelkezik ugye április óta, visszahívja, és 17-én a tüntetések sokadik napján ő is részt veden a kormány mellett kiálló tüntetésen, mert ő mégiscsak egy Castro, és persze sokakat ez már nem érdekel, vagy nem érint úgy, vagy nem úgy gondolnak rá, mint egy háborús hősre, de azért valakiket ez megnyugtatott, pont azért, amit említettem, hogy itt voltak ilyen legitimációs problémák Díaz-Canel kapcsán. Az információ áramlás szerepére majd visszatérünk a jelenlegi nyugtalanságokban, de akkor tisztázzuk még ezt. Tehát a 94-es válságot sikerült úgy, ahogy lecsillapítani. Egyrészt ugye a gazdasági válságot, másrészt a társadalmi forrongást, nyugtalanságot. Az ezredforduló után a Chávez kormányzat idején a baráti szocialista Venezuela, a baloldali vezetésű Chávez kormányzat megpróbált belépni ebbe a vákumba, és pótolni a Szovjetunió szerepét, főleg nyersolaj, kőolaj formájában, és amíg Venezuelának jól ment, és amíg szárnyalt az olaj világpiaci ára, addig egész jól működött ez a külső finanszírozás. Viszont eljöttek a rossz idők, Chávez megbukott, az olajvilágpiaci ára visszazuhant, ma is mélyponton van, és megszűnt ez az újabb pénzügyi támogatás.
Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy ez egy újabb ok arra, hogy a jelenlegi gazdasági krízis hogyan alakulhatott ki. Raúl Castro hogyan próbált meg? Először is Fidel Castro miért adta át a fivérének a hatalmat, hiszen tulajdonképpen még 10 évig élt utána, tehát még folytathatta volna a hatalomban, bár nyilván 6 évtized az 6 évtized, lehet, hogy egyszerűen elfáradt, a fáradhatatlan Fidel is el tudott fáradni. Másrészt, amikor már megtörtént ez a hatalomváltás, akkor Raúl Castro milyen reformokkal próbálkozott, hogy kezelje elsősorban gazdasági téren a problémát? Hú, rengeteg mindent mondtál, rengeteg mindenre szeretnék reflektálni. Az első az valóban igen, a 94 után 10 évet kellett arra várni. Chávezra nem, mert őt ugye 98-ban megválasztották, 99-től elnök. És fontos megjegyezni, hogy 92-ben ugye puccsot hajtott végre a venezuelai vezetés ellen még katonatisztként, ami után aztán elítélték, de egy kegyelem kapcsán viszonylag korán szabadult. Az első útja hova vezetett? Havannába. Na, innentől datálódik az a tényleg megbonthatatlan barátság, ami meg fegyvertárs és mindenféle ilyen elvbarátság Fidel és Chávez között, ami aztán abba csúcsosodott ki, hogy amikor hatalomra került, akkor 99-től egyre közelebb került egymáshoz a két ország, egészen 2004-ig, amikor aláírták az Alba névre keresztelt szerződést, akkor még csak egy bilaterális szerződés volt. Az Alba az egy betűszó, spanyolul egyébként hajnalt is jelent, pirkadatot, tehát ilyen nagyon pozitív jelentéstartalman ugye átvitt értelemben ilyen új kezdet és társai. De egy betűszó, ami bolivári alternatíva a Mi Amerikánk számára nevű szervezetet fette, amihez később majd tucatnyi ország csatlakozott egyébként, azt hiszem pont 12-en voltak a szervezet csúcsán, amikor a legtöbb tagja volt. Olyan dél-amerikai országok, akik szintén ugye a Pink Tide kapcsán balosak lettek, tehát mondjuk Bolívia, Ecuador ugye azóta szint váltott, ha lehet így mondani, kikerült, illetve kisebb országok, szigetországok, akik pontosan, amit mondasz ugye a kőolaj kapcsán, élvezték azt, hogy van egy kvázi nagy testvér idézőjelesen, ha területileg nem is, de kőolajtartalékban ugye mindenképp a világ legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező Venezueláról beszélünk. Annó, amikor napi kitermelés 1 millió hordó fölött volt, most vészesen nagyon alacsony számokról beszélhetünk sajnos, tehát ő támogatta ezeket az országokat, többek között Kubát is, aki egyébként nem puszira kapta ezeket a kőolajhordókat, hanem orvosokat, tanárokat, szociális munkásokat küldött kvázi cserébe. Barteleztek, igen, Venezuelába. Küldött egyébként ő máshova is, de Venezuelával pont ez volt a deal. Én is több olyan szociális munkással, egészségügyben dolgozó emberrel beszélgettem kint Kubában, akik jártak Venezuelában, vegyes sztorikat meséltek. De a lényeg az, hogy egy kicsit ilyen hazafias kötelezettségnek érezték egyrésztről, másrésztről kicsit, ha nem is a nem tudom milyen jólétbe csöppentek bele, de kiszakadtak az otthoni körülmények között, még lehet, hogy talán többet is kaptak, mint amennyit otthon kerestek volna, és egyébként valamennyit még lehet, hogy pénzben kapott is egyébként, mondjuk a Venezuelában nem vagyok biztos, de más országoktól biztos, hogy kapott a kubai vezetés. Tehát beindult ez a fajta bartel, igen, lehet így nevezni, Venezuela és Kuba között. Aztán, ahogy ugye Chávez kikerült a képből, akit ugye Kubában kezeltek, tehát tényleg ezer szálon összekapcsolódik a két ország, katonailag is, kiképzésileg is, a katonai titkásszolgálatok kapcsán Kuba nagyon sokban segítette, ugye Chávez nem csak elkövetett egy puccsot, hanem ellene is elkövettek egy puccsot 10 évvel később, ugye, amit egyébként hát nem tudunk még mindent a háttérből, nyilván nem a titkosszolgálati dolgokat, de azért elég erős kubai segítség volt. Azóta meg még inkább a saját katonaságát is valami fajta ilyen megfigyelés alatt tartja, idézőjelesen lehet így mondani, talán a venezuelai vezetés Kuba segítségével. Tehát ez egy kicsit elkezdett leépülni, nem azért, mert hogy Maduro ne lett volna barátja a kubai vezetésnek, hanem azért, mert ugye saját problémáik voltak, kőolajvilág piacére bezuhant, a kitermelés már nem úgy zajlik. Úgyhogy valóban megszűnt ez a láb, ami ugye a Szovjetunió után valamelyest azért egy 10 év kihagyással, de azért segítette az országot, és a Fidel, amikor, hogy reflektáljak arra, hogy ugye ő kiesett a képből,
Hát csúnya képzett társítással érve valóban, mert ugye volt az a balesete, hogyha emlékszünk rá, 2006-ban, ahol megbotlott, és ott ugye, ha jól emlékszem, térde tört, stb., tehát hogy kórházba került, és nem igazán úgy épült fel abból a balesetből, ahogy ő azt egyébként szerintem remélte, vagy vágyott rá. Ugye 2006-ban pont a műtétek miatt átmenetileg át is adta a hatalmat Raulnak, és úgy volt, hogy ez valóban átmenetileg, tehát ott ez ki volt hangsúlyozva, de aztán 2008-ban, két évvel később ő jelentette be, hogy nem fogadja el a felkérést, mert ugye a pozíciókat névleg megtartotta, az, hogy újra jelöljék, nem fog újraindulni a pozíciókért, és akkor hivatalosan is így ugye Raul a 5 évvel fiatalabb öccse, de hát azért ő se egy fiatalember, került hatalomra, aki egy kicsit másfajta, bár baloldali és kommunista szemlélettel, de kicsit másfajta szemlélettel nézte a dolgokat. Kicsit talán közelebb volt hozzá az a vietnámi modell, ami bár ott is egy pártrendszer van, bár az is megkérdőjelezhetetlenül baloldali, de azért másképp reagál a piacgazdaság kihívásaira, fogalmazzunk így. Tehát ugye Kínában is egy pártrendszer van, de aki ezt a kommunizmus elvei alapján működő országnak gondolja, az jó, én sem olvastam Marxnak a összes műveit, de szóval, hogy ott azért vannak eltérések. Nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt vetítette előre a műveibe, tehát hogy ezt a fajta, újfajta gazdasági megközelítést gondolta ő pozitívnak, vagy az ország részére pozitívnak, és éppen ezért, amire utaltam, ő elkezdte a turizmus fejlesztését. Ő annó ugye katonatisztként, szintén tábornokként a hadseregért volt felelős, és a hadsereg alá szervezte be igazából azt az állami vállalatot, a GALSA-t, aminek aztán rengeteg kisebb vállalat, a Gaviota, stb., aki esetleg nyaralt Kubába, és ilyen szállodába szállt meg, nekik ismerősek lehetnek ezek a nevek, de tömegközlekedés, aztán gépkocsi bérlés, csomó minden olyan cég, ami a turizmushoz köthető, szolgáltató, az mind-mind ide tartozik, és azok a pénzek, amik egyébként fejlesztésekre mentek, akár még katonai fejlesztésekre is, elég sok ide csatornázódott be, és bár ez már nem feltétlenül Raulhoz köthető, mert az utóbbi éveknek is voltak ilyen tervei, hatalmas szállodafejlesztés van, ugye? Az utaltam rá, hogy a különböző amerikai kormányzatok mennyire engedték ugye az amerikai vagy külföldi tőkét is, hogy bejöjjön, de ők saját pénzből is hatalmas összegeket fordítottak erre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy többet fordítanak a turizmusra, mint az oktatásra, az egészségügyre, ami egyébként szintén náluk hát húzó ágazat, ha lehet így mondani, a kutatásra és a mezőgazdaságra összesen. Van egy olyan terv, amit most lehet, hogy befolyásolnak az események vagy a koronavírus, de 2030-ra 100 000 extra hotelszobát, szállodai szobát szeretnének építeni, 24 új golfpályát. Ezzel a szállodai szobák száma csak az, ezt az egész Szigetországra értem, amit a hadsereg épít ezeken a cégeken keresztül, az valamennyivel kisebb, mert ebben benne vannak a külföldi befektetők építkezései is. De ha csak a hadsereget nézzük, akkor csak a hadseregnek több szállodai szobája lesz, mint a Dominikai Köztársaságnak, ami jelen pillanatban az egész karibi térség szállodai szobával legjobban ellátott országa. Szintén nagyjából 11 milliós, területileg mondjuk fele Kubának, de ettől függetlenül érdemes összemérni és kicsit perspektívába helyezni, hogy mit jelent ez a 100 000 szállodai szoba. Tehát ő meglátta azt, hogy a turizmust, azt egy kicsit az állami támogatások felpörgetése mellett külföldi tőke bevonásával is lehetne fejleszteni. Ezt vitte tovább valamelyest Díaz-Canel két dologban is. Az egyik az, hogy mivel annyira nincsen pénz azért, tehát hiába fordít többet, mint az előbb felsorolt más ágazatokra ugye a kormányzat, hogyha kevésből fordít többet, akkor az ugye nem lesz elég az hatalmas célkitűzésekhez. Ezért már nem kell, eddig úgy lehetett csak Kubában beruházni, hogy vegyes vállalatot hoztak létre, és általában ott 51%-ban a kubai félnek kellett lennie ebben a vállalatban. Most már például nem kell ezt. Nyilván visszaveszi szerintem a kedvet meg a lendületet a külföldi befektetőktől az a fajta szankciós politika, amit ugye az USA képvisel, hogy nem csak a saját állampolgára jelen, hanem a harmadik ország cégei ellen is szankciókat vezet be, vagy meglebegteti azok bevezetését, hogyha ők befektetnek Kubába.
De ettől függetlenül itt is valami beindult. A másik dolog, ami Díaz-Canel nevéhez fűződik és előremutató, vagy hát jelzésértékű, inkább így mondanám, hogy a 79 óta felfüggesztett miniszterelnöki pozíciót, bocsánat, 76, óta felfüggesztett miniszterelnöki pozíciót visszahozta. Az utolsó miniszterelnök ugye pont Castro volt, aztán megszűnt a pozíció, az új alkotmány visszahozta ezt, és ő fel is töltötte, kinevezett egy miniszterelnököt, aki az egyik leghosszabb ideje kormányban lévő miniszter volt, aki pont a turizmusért felelős. Tehát Manuel Cruz, én úgy gondolom, hogy az ő döntéseiben, már amikor lesz lehetősége arra, hogy mondjuk pénzekkel is rendelkezzen, mert talán normalizálódik a helyzet, és nem a koronavírus ellen kell küzdeni, meg pénzeket átcsoportosítani, úgy gondolom, hogy erre fog azért időt, meg figyelmet fordítani, és talán ez lehet az, több más dolog mellett, amire talán majd még később kitérünk, a gazdasági reform lépések, illetve az új alkotmány kapcsán, ez az a bizonyos turizmus, ami még Raúl Castro alatt kezdődött, ami esetleg mentővet dobhat az országnak. Raúl Castro 2 éve adta át a hatalmat Miguel Díaz-Canelnek, mint nem is tudom, te elnöknek apostrofálta, de hát itt a központi bizottság titkára, meg nem tudom én, ezek a kommunista pozíciók, ezek az utolsót az csak most áprilisban adta, tehát elnök itt azt valóban korábban, de... Nem szoktuk meg azt, hogy diktátorok így önként lemondjanak a hatalmukról. 60 éve nem volt ilyen, hogy ne egy Castro vezesse Kubát, azért ennek, ha más nem is, van egy pszichológiai, meg van egy mentális súlya, lendülete, pro és kontra. Tehát amerikai nézőpontból is, meg kubai nézőpontból is, azért ez nagyon más, mint ami eddig volt 6 évtizeden keresztül. Hát amerikai nézőpontból, ha már említettem a Helms-Burton törvényt, akkor egy dolgot ki lehet pipálni. Ott ez kvázi egy ilyen kritérium volt, egy kötelező kritérium, hogy addig nem lehet az embargó eltörléséről tárgyalni, amíg Castro vezeti az országot. Hát ez megtörtént. Nem gondolom, hogy az amerikai álláspont mondjuk ebből a szempontból fontos lenne, úgyhogy inkább a kubairól beszéljünk. Valóban nem lehet azt mondani, hogy ez túl jellemző lenne, viszont pont az a fajta reformszemlélet, ami gazdaságpolitikai vonalon mondjuk kijött Raúlból, én úgy gondolom, hogy azért politikai szempontból is nála megmutatkozott. Azt, hogy ez miért gondolta így, vagy milyen sugallatra, azt nem tudom, nem leeltem ennek nyomát sehol sem. Díaz-Canel folytatja ezt a politikát? Csak még ezt befejezni. Ja, bocs. Ő volt az, aki felvetette azt bőven 60 fölötti politikusként, hogy jó, akkor mostantól ne lehessen az ország elnöke az, ne lehessen megválasztani őt, aki 60 évét betöltötte. Tehát ezt Raúl Castro vetette. Igen, és ez benne van az alkotmányban. Tehát saját maga ellent. Igen, de akkor ő már az elnöki székben volt, és ezt úgy vetette föl, ja, hogy az új alkotmány szellemében, amiről szintén szerintem majd kell szót ejteni, maximalizálta, 2 egymást követő terminus tölthet be az elnök, és utána újat kell választani. Tehát ezt is maximalizálta, ez is egyfajta korlát. Ez is, én úgy gondolom, hogy előremutató, mert ki gondolta volna azt, hogy pont egy Castro fogja azt mondani, hogy engem se lehessen majd tovább választani. Ez egy kicsit... Jó, mindenki gondolta azt, hogy jó, hát lehet, hogy ezt meghozta, aztán majd nem fog lemondani, de aztán ezek ugye mégis bejöttek, és az elnöki pozícióról korábban mondott le, mint az egyébként erősebb kubai kommunista párt első titkára pozícióról, ami csak idén áprilisban volt, de ettől függetlenül az is jelzésértékű volt. És aztán nem tudom, hogy most az alkotmányról beszélhetek-e, vagy majd később, de a lényeg az, hogy neki voltak ilyen előremutató dolgai. Az pedig, hogy nincsen Castro, az pontosan ezeket a legitimizációs gondolatokat indítja be az emberekbe, még olyanokba is, akik egyébként kommunisták, és nyilatkozatokat lehetett olvasni, meg látni YouTube-on, hogy megállítottak kubaiakat külföldi hírcsatornák, vagy helyi hírcsatornák emberei, hogy hát igen, ő valóban kommunista, ő kimegy most a kormány mellett tüntetni, de azt ő se tudja, hogy egyébként ez a Díaz-Canel kiválasztotta őt meg, miért ő van ott. Nem mutatott ő még semmi olyasmit, ami miatt ő rátermet lenne, és ezért megkérdőjeleződnek olyan dolgok, amik korábban abból jöttek, hogy de hát Castro harcolt értünk, ő azért indította a forradalmat, hogy az országnak jobb legyen, aztán nyilván ezt ezerféleképpen lehet magyarázni, hogy milyen szempontból jobb, milyen szempontból nem jobb, vagy egyáltalán lehet-e jót mondani, vagy rosszat, tehát nyilván ez mindenkinek politikai beállítottságtól függ, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos dolog,
és úgy gondolom, hogy azért tudta hamarabb lecsitítani Fidel a 94-es eseményeket. Nyilván az internetnek azért fontos szerepe van, és ezt mondtad, hogy majd beszélünk róla, mert hogy hát ő volt Fidel. Tehát, hogy, és kiment az emberekhez, és nem a tévében nyilatkozott. Egy élő legenda. Jó, igen, Díaz-Canel is kiment, de azért ő vitte magával a 17-ei kvázi ellentüntetésre, vagy kormánytámogató tüntetésre a Raúl Castrót is, aki ugye végigharcolta az eseményeket, a forradalmat. Azért csak kezdenek már körvonalazódni a jelenlegi elégedetlenségi mozgalmaknak ugye az okai. Nincs Castro, egyik sem most már. Az egyik nem él, a másik pedig önként visszavonult. Van viszont pandémia, van viszont permanens gazdasági válság, van gyógyszer és vakcina hiány, és van internet, ami nagyon sokáig nem volt Kubában, csak pár éve van, és nagyon gyorsan elkezdték használni és alkalmazni, főleg a civil lakosság, és nem csak kereskedelmi célokra. Tehát van szabad információ áramlás, aminek a révén egyrészt folyamatosan összehasonlíthatják a saját életszínvonalokat mondjuk az amerikai rokonságnak az életszínvonalával, és az radikális a különbség, látható. Másrészt pedig egymással is információt cserélhetnek, és az elégedetlenség lángra tud kapni. Mit tud tenni a kormányzat? Igen, valóban itt, ugye az internet az korábban is volt, hát a szállodákban, 10 éve van körülbelül, 15. Ahova csak külföldiek mehettek, ja. Aztán bejött a liberalizációba az, hogy lehetett már az Etexánál, ez is ugye központosítva van, tehát mi nálunk annól a Matáv csak az létezett, ilyen kis félórás kártyákat venni, horror áron, emlékszem, még én is kapargattam, és akkor lehetett az bizonyos helyeken wifire ugye használni. Ami a nagy áttörés, hogy ugye a mobiltelefonok az egyrészt korábban, aki külföldre utazott, vagy külföldi rokon tudott küldeni, de aztán, hogy kiépültek a hálózatok, és amikor a 3G megjelent, és erre rájött az internet 19-től egyébként az abszolút liberalizált internet, akkor az tényleg olyan ajtókat nyitott meg, hogy WhatsApp, Facebook, Instagram, tehát hogy ezek a felületek, ezek mind megnyíltak, és tudnak is egymásról, beszélni is tudnak egymással, ismerjük a tömegpszichózisba rejlő hát lehetőségeket és veszélyes dolgokat is, ugye? Tehát egy-egy képpel lehet gerjeszteni indulatokat, stb. Itt most egyébként erről is lehetne egy külön műsort is, hogy egyrészt bent Kubában milyen tévinformációk, fake news kezdett el keringeni azzal kapcsolatban, hogy most éppen mi történik, hogy Raúl elmenekült Venezuelába, hogy venezuelai csapatok indulnak meg, és partraszállás lesz, tehát innentől kezdve egészen addig, hogy jóval korábbi képek, meg az egyiptomi tüntetések kapcsán készült képek keringtek úgy, hogy ez most történik, és fegyverbe. Tehát, hogy lehet ilyen tömegpszichózist kihasználni, és nyilván ezért sokkal jobban tudtak alakulni ezek a már nem csak Havannában, a fővárosban, hanem országszerte, és ez is egy újdonság volt. Egyrészt azt hozzátenném, hogy az események nem Havannába kezdődtek, de aztán mondjuk ott csúcsosodtak ki, nyilván egy nagy metropoliszról beszélünk, tehát nagyvárosról. Santiago de Cubában? Vagy melyik volt? Valamelyik nagyváros? San Antonio de los Baños nevezetű, hát ez egy kisváros egyébként, kisváros? Tehát a 100 000 főt sem éri el, de közel van Havannához. Aha. Ez a nyugati részben, és volt egy másik város, egy még kisebb, egy ilyen 40 000-es környéki, megnéztem, mert nekem sem volt ismerős. Ott pedig a keleti ország részben, ahol egyébként sokkal rosszabbak az életkörülmények, meg valamennyivel elmaradottabbnak is lehet talán mondani, ott is elindultak, és egyébként ez egy ilyen öngerjesztő dolog volt. Egyrészt először csak pár 10 fő indult meg az első helyszínen is, de aztán utána, hogy mentek és hangosak voltak, és beszédekre megálltak, plusz elkezdtek keringeni azok a képek, hogy hát itt tüntetés van, azokat megosztották, jöttek a kommentek, akkor újabb csoportok csatlakoztak, stb. Tehát, hogy azzal, hogy ez a fajta szociális média, közösségi média, ez már elérhető, már kevésbé lehetett lokalizálni ezeket a dolgokat és kontrollt tartani, és hát ez lepte meg igazából szerintem a rendszert is egy picit, de a rendőrséget meg aztán mindenképp. Tehát, hogy valamelyest visszatérve azért tudta, ugye a 94-es malekóni eseményeken Fidel meggátolni, hogy ott ezt tovább úrjánozzon, mert egyébként az ország, mondjuk Santiago-t a Kubában, ha már említetted, a keleti részén, dél-keleten található másik nagyvárosba,
ott lehet, hogy még nem is tudtak róla. Napokkal később mondjuk a Grammába elolvasták ugye a hivatalos napilapba, hogy ez volt, de Fidel ezt meg ezt tette, és hát lássunk csodát, a kedélyek csitultak, és újraépítjük a kommunizmust. Tehát, hogy nem tudtak egymás az emberek, meg annyira ugye az állam kontrollálja a sajtót, a hivatalos sajtót. Nyilván vannak külföldi rádiók, amiket vagy lehet fogni, vagy nem lehet fogni, de az interneten mindent lehet most már. Tehát, hogy eljutnak a hírek, és eljutnak azok a másfajta gondolkodók is az emberekhez, és itt nem feltétlenül csak azokat gondolom itt, akik Little Havannában mondjuk Floridában ott lázonganak, és nem tudom, politikusok meg helyi politikusok, akár nem is latinó származásúak, meg ugye melléjük állnak. Most például a kormányzó, a floridai kormányzó mondta azt a Biden elnöknek, azt hiszem talán Twitter üzenetbe, hogy hát ide be kell vonulni a hadsereggel, és nem tudom, hát mégis mit képzel magáról. Na mindegy, ez abszolút magánvélemény, nem tudományos meglátás, de szóval a lényeg az, hogy olyan gondolkodók, akadémikusok, korábbi mondjuk a központi banknak az elnöke, tehát olyanok, akikre a helyiek is felkapják a fejüket mondjuk, tudják a gondolataikat megosztani, már nem kapnának egyébként szót, mert nincsenek pozícióba. Lehet, hogy még mindig kommunisták, csak mondjuk nem értenek egyet a gazdaságpolitikai intézkedésekkel, és most ők el tudnak mondani egy alternatív megoldási javaslatot, és valóban ez jóval veszélyesebb szituáció, és jóval kevésbé kezelhető az állam részéről, mint korábban, amikor abszolút mindent ők határoztak meg információ szintjén. Ami veszélyesebbnek látszik, mint a korábbi helyzet, az a már említett 900%-osra prognosztizált infláció, hála Istennek még nem tartanak ott, és reméljük, hogy nem is fognak. Viszont a mezőgazdasági helyzet is nagyon rossz, a cukornát termés, ami az egyik legfőbb kiviteli cikke Kubának, azt hiszem, hogy nagyon régóta nem volt ilyen rossz, mint az idén. Illetve szintén a már említett legfőbb gazdasági ágazat, a turizmus gyakorlatilag leállt. És ez is fokozza a krízist. Most arra vagyok kíváncsi, hogy te szerinted megérezték-e az erejüket az emberek? Fog-e folytatódni ez a tiltakozás hullám? Kell-e tartani a rendszernek egyrészt attól, hogy itt átfogó reformok bevezetésén kívül nem ússzák meg a dolgot, vagy pedig sikerül lecsillapítani a tömeget egyrészt szokásos nagy kommunista szlogenekkel, másrészt pedig rendőri erőszakkal, vagy pedig folytatódni fognak ezek a tüntetések? Nagyon gyorsan említetted a turizmus, de a kérdés nem erre vonatkozott, csak még egy visszakanyarodnék fél pillanatra, mert a koronavírusról beszéltünk, de ez fontos lenne megemlíteni. Ugye 2020-ban szinte büszkélkedett vele az ország, már Kuba, hogy mennyire kevés volt a megbetegedés, a halálos áldozat, hogy a messzeföldön híres kubai egészségügy hogyan tudta kezelni. Igen. A probléma az volt, hogy annyira megérintett őket viszont az, hogy máshol ez nem így volt, tehát kevesebb turista jött, plusz azok az extra szankciók és az embargó megszorítása az Egyesült Államok részéről, amit még Trump utolsó időszakában ugye még az utolsó pillanatban ugye föltette a terrorizmus támogató országok listájára Kubát visszatette, ami szintén egy nagy fegyvertény volt ugye Obama részéről, hogy levette. Tehát még az utolsó aláírásaival is még odarúgott a Szigetországnak, hogy ebből ki tudjanak lábalni, meglépték azt, amit nem kellett volna, mégpedig az a két ország, ami a legtöbb turistát küldi idézőjelesen, ahonnan a legtöbben érkeznek, ugye Kanada és Oroszország. Varadero, ami ott a Szigetország északi részén elhelyezkedő üdülőváros, ami egyébként, ha valaki elmegy oda, valóban Kubában jár, de az igazi Kubát nem látja, tehát én nem jártam ott, csak képeken láttam, 5 csillagos hotelek, 3-szor átfésült homok, minden elérhető a boltokban, a szállodában, tehát soha nem látott gazdagság, nyilván nem is nagyon engedik be a kubaiakat, csak akik ott dolgoznak, és ugye fenntartják az iparágat. Tehát oda van külön reptere, visszaengedték az oroszokat, és hát azért tudjuk, hogy az orosz koronavírus elleni védekezés azért nem volt mindig a helyzet magaslatán, még akkor is a saját vakcinájuk van, de ugye kapacitás a termelésre nem volt akkora, de azért ők árulták a világpiacon, ugye mi is vettünk belőle, tehát hogy nem kezelték ők azt olyan nagyon szuperül. Egyrésztről, másrészt pedig bejött ez a delta variáns, és sajnálatos módon
Ezek a turisták azért elhagyhatják ezt a varadérót, és vannak szervezett utak, amik elmennek Trinidadba, elviszik őket, mert egy nagyon szép gyarmatosítás korabeli városka, esetleg Havannába elmennek, és szépen elkezdett terjedni. És bár a számok idefele jövet megnéztem, hát messze jobbak, mint a magyar számok. Messze jobbak, mint az amerikai számok. Sok nyugat-európai országnál, tehát 3178 talán a halálos áldozatok száma egy 11 milliós országnál. Ez tized annyi, mint nálunk. Igen, úgy, hogy a harmadik hullám után vagyunk, vagy negyedik, attól függ, hogy hol járunk éppen. Tehát, hogy már azért tombol egy ideje, a megbetegedések száma is kezelt, viszont nagyon megugrott az utóbbi időben, tehát korábban nem voltak 40 áldozatot követelő napok, most viszont ilyen 40 hetek. Nem a volumene, hanem a tendenciája igen, az, ami igen, rémisztő. Most elkezdett igen megugrani. A saját fejlesztésű vakcina említetted, ugye négyet kezdtek el fejleszteni. Ez a Soberana, ami a Suverénnek a spanyol megfelelője, amit ők kihoztak most, és most már klinikai, meg valamelyest elfogadott klinikai tesztek, meg ellenőrzések után mondják azt, hogy 90-92%-os hatékonysága van, ami egy kifejezetten jó hatékonyság, viszont nem tudnak annyit gyártani belőle, ők sem hirtelen, plusz ők is ugye próbálnak ebből pénzt is realizálni, bevételt ugye az országnak, ezért ugye ezt a helyzetet már nem tudták kezelni, és ezért van az a fajta ugye hát nem jó hangulat, közhangulat, mert ugye az emberek már látják, hogy valóban a rokonok, meg egyre többen megbetegszenek, esetleg már halottak is vannak, és ez rémisztő, ugye korábban nem volt, és nem látják, hogy kapnának egyébként oltásokat. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, abszolút meghatározza a turizmust, és hát ez annak volt köszönhető, hogy muszáj volt azt meglépni, hogy kinyitják az országot, mert szükségük volt a valutára, a bevételre, amiből egyébként az importot támogatják, mert hogy sajnálatos módon még mezőgazdaságilag sem önellátó az ország, és a csirkétől kezdve mindent úgy kell megvásárolni, behozni az országba, és aztán azt továbbadni, amin szintén van egy kis haszon, de minden nem akarok ilyen dolgokba belemenni. A kérdésedre, mert lejár a műsoridő, csak annyi, hogy mindenképpen változtatások kellenek, de vannak változtatások, amik már elindultak az új alkotmány intézkedései óta, meg a kettős valutarendszer kivezetése óta, meg már Raúl idején elindultak, de egyszerűen a mostani Diaz-Canel féle intézkedéseknek nem volt annyi ideje a koronavírussal megtetézett időszakban, hogy beérjen. A privát szféra, az eddigi 200 alatt lévő foglalkozás kategória 2000-re nőtt. Tehát rengeteg magán bizniszt indíthatnak az emberek. A legális, tehát amit most már szabad, ami igen, a kisvállalkozás igen, most igen, már igen. Szabad. És ez lesz a megoldás, és amiket én olvastam közgazdászoktól, kubaiaktól is, meg külföldiektől is, főleg arra mutatott rá, hogy vagy az emberek elfogadása, hogy egy kicsi időt kell adni, ez szükségeltetik ahhoz, vagy valamilyen olyan fajta segítség, amit még nem nagyon látunk, mert nincsen pénze az országnak, hogy beindítson iparágakat, vagy támogassa a magánszférát, hogy induljanak ilyen kis magánvállalkozások. Tehát, hogy kettőn áll a vásár igazából. Én úgy láttam, hogy a kormányzat egyébként elindult egy bizonyos úton. Sajnos rosszul jött a koronavírus, Trump se jött túl jól. Én úgy gondolom, hogy nem is volt túl gyors talán az alkotmánynak az elfogadása sem, bár egyébként megmondom őszintén, hogy ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy azért volt lassú, mert hogy az első változatot, ami még csak egy tervezet volt, azt megköröztették, lehetett javasolni. 112 ezer helyre be lehetett menni iskolákba, munkahelyekre, ahol elmondhatod a véleményedet, és kimutatható, hogy mi az, ami belekerült, meg mi az, ami kikerült, mert a javaslatnak például részét képezte, de az elfogadottnak nem, mert beindultak lobbik, meg az emberek aláírásával úgy szavaztak, hogy az ne kerüljön be. Erről megint csak külön lehetne beszélni. Tehát a lényeg az, hogy ez egy kicsit lelassította a folyamatot, de már magában az alkotmányban is előremutató intézkedések vannak. Én úgy gondolom, hogy most az, hogy lecsillapodtak a kedélyek, ez talán egy pozitív jel. Ha külföldről mesterkélten ezt nem próbálják befolyásolni, ami egyébként, hát azért láttunk megnyilvánulásokat, főleg Amerika részéről, bizonyos nem feltétlenül kormánypárti politikusok részéről, hogy most itt rögtön be kell avatkozni, internetet kell adni a népnek,
és közbe kell lépni, mert most már megrecsent az ország, és akkor itt győzni lehet. Én nem gondolom, hogy Kubában mindenki ezt szeretné egyébként, és talán ez egyfajta zárszó lehet. Én úgy gondolom, a személyes benyomásom és beszélgetéseim alapján is, meg azok alapján is, amit látni lehetett most a tüntetésnél is, hogy bár nőtt azoknak a száma, és tényleg egyre karakteresebb hangot formálnak, akik elégedetlenek, de én úgy gondolom, hogy a kormányzat részéről viszont már Raúl alatt elindult egy olyan fajta változtatási, vagy hozzáállásbeli változás, vagy változtatási út, ami arra enged következtetni, hogy bár az egypártrendszert nem szándékoznak eltörölni, de gazdaságpolitikai változtatásokat, esetleges szabadságjogok visszaállítását valóban garantálni fogják. Egyet említsek, habeas corpus nem létezett. Az ártatlanság vélelme, mint intézmény nem létezett. Most hozták vissza az új alkotmánnyal. Ezek szerintem nagy előrelépések, és nyilván nem a sajtószabadság, és nem tudom, milyen többpártrendszernél tartunk, de valóban olyan lépések voltak, amik előremutatóak. Ez a türelmén is múlhat valamelyest az országnak, és valóban, hogyha nincsen otthon mit ennem, elvették még azt az internetet is, ami, vagy lassítják és zavarják, amivel tudtam beszélni mondjuk a hozzátartozóimmal ingyen vagy olcsóbban, és azokat a körülményeket, amiket valamelyest megszoktam, még azokat is most nem tudom megteremteni magamnak, akkor valóban az emberek lehet, hogy türelmetlenek lesznek és újra kimennek az utcára. Remélhetőleg nem fognak túlkapásokhoz folyamodni a kormányzat részéről. Én most, hogyha összevetjük a sérültek és a halottak számát, én abszolút azt tudom mondani, és szerintem mindenki, ha visszanézi, hogy a különböző BLM-es antifás tüntetéseken, vagy a Kapitólium elleni megmozdulásokon hány ember halt meg egy nap alatt, és sérült meg, akkor itt a 4-5 nap alatt, hogyha összevetjük a számokat, akkor ez nem az a fajta eltiprás a tüntetéseknek, mint amit mondjuk megszoktunk. Még akár nem is diktatúrákról beszélünk, hanem mondjuk az Egyesült Államokról vagy nyugati országokról. Nézzünk meg franciaországi eseményeket, mekkora pusztításokat tudnak végezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha mindkét oldal látja a másiknak pozitívumait, negatívumait, és úgy tud hozzáállni, hogy az ország érdekébe cselekedjenek, akkor én remélem, hogy ez Kuba javára fog válni mindkét oldal részéről. Amen, úgy legyen neked igazad. Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy behoztad a karibi levegőt egy kicsit ide a stúdióba, és köszönjük ezt az elemzést. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinktől is elbúcsúzunk, megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor várjuk Önöket a képernyők előtt. Az Enigma búcsúzik mára, a viszontlátásra.